Nagy boldog asszony búcsúját ünnepelték a híres zarándok helyen, Mária Pócson 2019. augusztus 18-án. Az események lezajlása után beszélgettem Sarkadi Gézáné Anna és Kontrás Jánosné Marika nénivel. Mindketten a Borsod megyei Vámos Újfaluból érkeztek a búcsúra. Miért tetszenek-e lelki szükségét érezni, hogy Pócsra elmenjenek rendszeresen a nagy boldog asszony búcsújára? Nem tudom megmondani, de belülről van egy olyan kitető erdő, indítatás, hogy oda el kell menni. És a lelkem csak akkor nyugszik meg, addig minden bajom van, jövök, megyek, még el nem tudok jönni. Tetszett mondani azt, hogy gyerekkorában különösen beteg volt, de később is... Később is beteges voltam. Hát a szüleim meghaltak, és hát a nagymama nevelt, aztán milyen egy 3 éves gyerek. Nagymamáik mesélték, hogy én kimentem a temetőre, a szüleim sírjáról lekapartam a havat, csináltam egy gödröt, volt egy Vitéz nevű kutyám, beleültem, és köröztek, hogy nincs a gyerek sehol, nincs a gyerek sehol. Valamelyiknek eszébe jutott, hogy nézzük már meg a temetőn, mert nagymamáik a temető közben laktak, és ott voltam, hát ugye jól átpártam, és az 50-es években a legtöbb gyerek TB-kés volt, én is elkaptam. Aztán voltam fenn Budapesten, a tüdőszanatóriumban, utána Farkasgyepűre vagy hova vittek el, és 7 éves voltam, mikor úgy hazakerültem kisebb, nagyobb megszakításokkal, de ez az életemet végigkísérte. Sokáig nem volt semmi bajom, de mindig kellett így járni kontrollra, és akkor hát milyen a gyerek játszik, aztán én is mentem szaladgálni. Nagymamának azt mondta a kezelőorvos, Hollainak hívták, hogy Nógrádi néni vigyázzon erre kis járna, mert nem sokáig fog élni. Nagymama hitt a Jóistenbe, meg az egész család, és akkor eljöttünk vonattal ide Mária Pócsa. Emlékszem rá, hogy meg nem mondom, melyik búcson voltunk itt. Istállóban aludtunk, akkor az volt a szokás, hogy az istállókat kimeszelték, tettek bele jó vastagon szalmát, és a búcsúsok ott aludtak. És én is ott aludtam, aztán... És úgy tetszik érezni, hogy megsegítette a nagy boldog asszony, megsegítette. Megsegített, engem mindig megsegített. Most tetszett mondani, hogy a Jóistentől, vagy a nagy boldog asszonytól, vagy az égiektől azt tetszett kérni, hogy legalább 51 éves koráig éljen, még a gyerekeit nem engedi szárnyára. Ez igaz. És meg tetszett kapni, sőt, még pluszt is tetszett kapni. Ez hogy történt ez? Igen, hát beteges voltam, építkeztünk, és hát a munkahelyem is olyan volt, hogy sokat kellett dolgozni, otthon is, és az első gyerek szülésénél kaptam egy hördőért pattanást. Utána a kórházba kerültem bele, akkor mondták, hogy ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert sem ülteni, semmit nem tudják, és azután a férjem, az első férjem elvált tőlem, mert azt mondta, hogy ő nem él egy beteg asszonnyal. Mondtam, tudomásul vettem, és mondták, hogy nem békös, mondom, nem. Aki a bajba elhagyja az embert egyszer, az máskor is el fogja hagyni, és az én számomra az ilyen ember nem ember. Mert mondom, még az állat is különb, mert ha az egyiknek baja van, akkor megy a társa segíteni. Férhez mentem másodszor, megszültem a fiamat, megint előjött ez a hörgőjér pattanás, és utána többször is előjött, és Mari hívott engemet, hogy jöjjek vele búcsúra, mert igen. A férjem református volt, és a reformátusok nem hisznek a szüzanyába. És jöttünk ide, elmentünk Litmanovába, akkor Kilány Nagypaluba, Szlovákiába. Alacsony Tátrába. És akkor sokat betegeskedtem, és mondom, édes Istenem,
arra kérlek téged, csak annyit engedj meg nekem, hogy legalább 50 évig éljek, még a gyerekeim önálló keresethez nem jutnak. Utána, ha másnap meghalok, azt se bánom, csak ne legyenek olyan megtúrt személyek, mint én voltam gyerekkoromban, ne egyék a más kenyerét, ne kelljen hallgatni, hogy öt évben, és mindig erre kértem a Jóistent, és megértem az 50 évet, utána elértem a 70. születésnapomat, és akkor eljöttem ide Mária Fósa búcsúra, bementem az atyákhoz, mondom nekik, hogy misét szeretnék végeztetni. Hát miért? Hát mondom, egy hálaadó mise lenne. Azt mondják, miért? Hát mondom, a Jóistentől 50 évet kaptam, vagy kértem, de 70-et kaptam. Mosolyogtak, és akkor mondták, hogy aznap nem tudják a misét elvégezni, majd ebben az időpontban, talán 3 nap múlva volt, hogy majd akkor gondoljak ide, és hogy imádkozok, ha nem tudok eljönni, hát tőlünk ugye nem olyan könnyű idáig eljönni, és azóta vagyok. Én hogy mondjam, mikor kezdtem visszatérni, mert volt egy időszak, elkerültem Cigánra dolgozni, ott református a falu. Ott talán 10 katolikus nincs. Nem volt semmi, és akkor egyszer vittem vissza Pünkösdi Rózsát, és volt egy idős aranyos bácsi, Cipra bácsi, és azt mondja nekem, hogy add már nekem azt a rózsát. Hát mondom, magamnak hozom, Cipra bácsi, minek az nekem? Azt mondja nekem, hogy gyere be, megmutatom. És a lakásába volt egy kis kápolna berendezve, és mondta, hogy a szüzanyának ad nekem. Aztán tudja, mikor úgy én eltávolodtam a Jóistentől. Oda tetszett adni? Oda, minden sok szó nekül. Apámnak a fogajtása volt, ő mesélt apámról. Értem. Mert együtt voltak Oroszországban, fogságban. Igen. És utána is volt az, hogy utána meg úgy kezdtem el templomba járni, hogy a szomszéd asszony mondta, nem jössz templomba? Hát mondom neki, te lassan imádkozni se tudok. De tényleg próbálgattam, én nem szerettek kertelni, és mikor kezdtem templomba járni, mindig voltak álmaim. Álmomban láttam a szüzenyet az Úr Jézussal. Várjon, ha itt van, megpróbálom. Anna néni a táskájából füzeteket, vagy kiadványokat vett elő, és igen, egy legelőször, mikor láttam. Az van az úr írva, hogy Vác 2016. május 8-a. Ez a nagyon szép imádság. A címe Engesztelők 5. országos találkozója. És igen. Akkor milyen emlék fűződik ehhez, vagy mit tett? Mert álmomba egyszer legelőször azt álmodtam, hogy ahol születtem Bajdácskán, abban a faluban, a főúton előment a szűzanya a lurdesi ruhába. Utána mentek nők, az utolsó sorban ment édesanyám. És én kiabáltam neki, hogy édesanyám, édesanyám. Rám nézett, nagyon szomorú volt, elfordította a fejét. 2 évig nem tudtam megfejteni ezt az álmot, és akkor jött a szomszéd, azt mondja, hogy nem akarsz templomba járni. Hát mondom neki, Éva, se ima könyvben nincsen. Megmondom, lassan már imádkozni se tudok. Azt mondja nekem, gyere azért el. Elmentem a templomba, hát ő előlült, és akkor volt egy kartásnőm, aki mindig fura dolgokat beszélt a papról, és mondta, hogy mondjam, rám nézett, én is ránéztem, eszembe jutott a hülyeség, amit a kortárton beszélt róla. Mindegy. Ha beleteszi bele, ha nem. Mosolyogtam. Azt mondja nekem, a pap rám néz, hogy a jókedvű hívéket a Jóisten is szereti. Szereti? Szereti vagy nem szereti? Szereti? Engem szeret. Tehát jókedvű hívőket az Isten, Jóisten szereti? Igen. Értem. Jókedvű hívőket a Jóisten szereti. Értem. És tudja, a számra tettem a kezem, hogy el ne nevessem magam,
és utána elhatároztam, hogy én a hátsó padba ülök. Ott nem látják, hogyha olyan van, azt nem mondják azt, hogy nevet a szén. Mondom, hogy nyugodtan a számra tehetem a kezem. Utána meg nagyon sok álmom volt a szőzanyával, az Úr Jézussal. Álmomban így láttam a szőzanyát meg az Úr Jézust. Nálunk van egy hegy, a Kopaszka, Tolcsván. Afelett mentek, és előttük ment egy ilyen hatalmas nagy sárga gömb. Rajta egy görög katolikusok szokták így a keresztet ábrázolni. Így. És alatt így egy hatalmas erő. És nem tudtam én ezeket az álmokat megfejteni, hogy miért van. De többet is volt úgy például, hogy láttam álmomban az atyát. Akkor láttam a Szent Lelket. De az olyan fura volt, már akkor a két bátyám halott volt, és Vadácskán megint a főúton mentek a falu végén, a testvére még egy nagy csapattal, és én oldalt álltam, szóltam hozzájuk, nem szóltak hozzám, utána jött egy galamb, és akkor még én álmomban tudtam repülni. Tényleg! És akkor én meg akartam a galambot fogni. Mikor már majdnem megfogtam a galambot, akkor megfordult. És a galambnak a testébe, itt Mária Pócson, ahogy menjünk be, az oltárhoz, egyik oldalon a Jézusnak a képe, a másik oldalon meg a szőzanya a kis Jézussal. Azt a képet láttam a galambnak a testébe. Úgyhogy ennek alapján én azt mondom, hogy láttam a Szent Lelket. Akkor volt, amikor láttam álmomban a Rányi domb felett, de Jézusit, meg a szőzanyát is, mikor láttam, mindig felhőruhában voltak. Láttam egy arcot, kétszer, eljöttem ide Mária Pócsra, volt egy nagyon kedves apáta nővér, aki a kegytárboltban volt, és mondom neki, hogy Tekla, ez kit ábrázol? Azt mondja nekem, hogy miért? Hát azt mondja, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Mondom, mert én ezt az arcot már kétszer láttam. Azt mondja, akkor az atyát láttad. Az atyát. De utána is volt sok álmom, amikor ezért most nem. Most látom, hogy elégedett ember tetszik lenni. Boldognak látom, elégedett. Igaz ez? Figyeljen ide. Nem vágyom milliókra, Batyus halottat én még nem láttam. Aki szegény, talán könnyebb annak meghalni, én így tud sajnálni. Én nekem a Jóisten megadta azt, hogy van otthonom, sikerült az OTP-t kifizetni, adott nekem két épkézláb egészséget, gyereket, van egység, unokám, kiimádkoztam, mert azt mondták, hogy nem lesz unokám, és... És akkor ezen kívül, tehát nem is szabad más várni ezeken kívül. Én nem várok mást, én nem várok mást. Úgyhogy elég tetszik lenni, és boldog. Hát a maga módján, csak én azt hittem, hogy nekem több unokám lesz, mert én nagyon szeretem a gyerekeket. Hány gyermeke van? Kettő. Kettő. A lányom nem megférek. Hány unokája van? Egy. Egy. Értem. Egy. És a kedves férje nem él már? Meghalt 12 éve rákba. Jaj, Istenem. Két évig. Egyedül tetszik a kertbe dolgozni mindent. Hát amit bírok. Most már nem bírok, hogy. Igen. De... Két évig pelenkáztam, mert rákos volt, és volt, amikor a kórházban is volt, de otthon volt, amikor mondták, hogy menjen be a kórházba, mondja, nem megyek, mert ott nem ápolnak úgy, mint te engem. Hát mondom, miért? Hát azt mondja, ott holmosnak minden nap végig kétszer is, ahogy van. Mert ugye beteg volt, szakadt tőle a víz, vettem olyan paplant, amit most lehet, olyan párnát. Egyik nap az egyik oldala volt, addig megszáradt a párna, meg a paplan, másik nap a másik oldala, így két naponként cseréltem neki. Mária nénik nem simább volt az élete? Vagy simább? Vagy de, nem? Arról annyi regényt lehetne írni, hogy nem is tudom mennyit.
ha volna időm, hogy leülnék, hogy írnék, de hát öt perc még egy borítékot sem. És most lelkileg megteszed nyugodni Mária Pócson? Jelentett ez valamit lelkileg? Hát annyira nem, én másot kaptam itt többet, Litmanovába, Eperjesbe, fent a hegyen, úgy mikor mi kaptam meghívást, hogy menjek, aztán szerveztem utakat is oda, és jöttek is, ugye egy darabig, de akkor még kellett az útlevél. Azt mikor már nem kellett az útlevél, már akkor nem is mentek az emberek sem. És Marika nénnek mi volt a legnagyobb küzdelme az életében, a legnagyobb esemény? Jaj, hát én Komlóskán születtem úgy, hogy én már az életem is úgy kezdődött, ahogy megszülettem, hogy a jobb kezemmel fogtam a zsinort a nyakamon, mert szorított a töltök zsinór volt a nyakamba, és azóta is szorít. Ott van, ott maradt, hogy hát ugye azelőtt a bába asszonyuk a nagynényé volt a szülét. De olyan vidám tetszik lenni, hogy vidám, életvidám. Hát mi lehet ezt betudni? Hát nem lehet. Én annyit sírtam, hogy nem is tudom, milyen bodrog volna belőle, vagy mi tisza. Miatt? Mi miatt? De hát nem érdemes. Mi miatt egyszer sokat sírni? Hát olyan volt az uram nyugodjon, jaj, hogy még egy karácsonyom se volt nyugodt. Én készítettem rengeteg, de el lehet gondolni, hogy 17 évet éltem apussal, meg két sógornővel, egy konyhán, egy szobakonyhán, 8-an voltunk. És hát harangozók voltak, azért gondoltam, hogy az emberem jó lesz. Aztán akit elküldtem, nem volt hívő, az volt jó ember, megköszönték nekem, hogy elküldtem. És akihez mentem, a hét ördög volt. És ez hány évig teszettek együtt élni? 38-at. 38-at, de a vidámságot meg tetszett őrizni az optimizmus. Meg, hát sírtam meg, mentem annyit, akár merre mentem, hát mondom, biztos a tepsivel ezt már mire haza megyek. Olyan betegen hagytam, de mondom, úgy sem tudom megmenteni, ahogy tőlem tett, megcsináltam. Jöttem meg, visszamentem aztán. Nem. És elteszettek válni, nem? Nem, hát ide. Tehát ő is meghalt, 70, betegségben ő is meghalt? 71-ben jöttünk Vámosra, Komlóskáról, és akkor hát én úgy voltam vele, hogy én nem ismertem most a betegedéssel, rétegeskedést, mert az én családom, hála legyen a drága Jóistennek, olyan szüleim voltak, hogy nem tudok eleget adni a Jóistennek, minden nap hívom őket, megkeresem. Hogy ők első péntekesek voltak, mind a ketten úgy is haltak meg, de ők szent életet éltek. Ők soha nem vezekedtek. Édesapám oda volt a Don kanyarnál, úgyhogy azt mondja, hogy a minek lövészároknak mondták talán, tele volt nyüzsgött a nép, akik meg sokat meg lehetett volna menteni, ha lett volna, aki mentse. Úgy tessék elgondolni, hogy én még egy szilánkot se kaptam. Ott is úgy az emberekkel haza, úgy beszél, úgy viselkedett, mint jönni, egy... Haza tudott térni. Haza tudott, hogy még egy szilánkot se kapott, és olyan embert hozott a hátán, aki istentelen úgy is halt meg, és itthon meghálálta, ugye, mert kigúnyolta, mert ő nálunk soha nem volt az asztalon, pénteken hús, meg még szerdán is úgy, hogy... A böjtöt tetszettek tartani szigorúan. Szüleim, és én azóta is tartom, nem is hordatok evédet, mert hát tologattam, de, hogy a hétfői napot is a papokért szoktam úgy, ahogy, mert már a koromnál... De Marika, én jól látom, boldog vagy. Akkor a jól látom, boldog is... tetszik lenni, jól látom. Tessék? Boldog tetszik lenni, boldog vagyok. Látom. Én a Jóistenbe találom a boldogságot. És őt kérem, a gyermeke családom, nem tudok eleget kérni, mert van egy jobb gyerekem, de van kettő bizony, aki hát az egyik elvált, a másik meg most van a kórházban, aki szomnyaktörése, és most műtötték, oda van új helyre a kórházban, de nem oda mentem, hanem ide. Mert oda kellett volna mennem, mert tegnap felhívtam a kórházat, hogy tehát van. A két gyerek nem túl szerencsés. Hát volt nekem egy olyan dolog, amit meg tudtam volna menteni, de nem tudtam, kivel van dolgom, és úgy akkor elér mindig. De még mind a három gyerek él még? Persze, egészségesek meg. Nekem nem volt a gyerekekkel semmi bajom,
úgyhogy mert kitanult, mindegyik volt, mindegyik kitanult ipari iskolába, minden azok mindenhez értettek, mert korábban mindent tudtak, az ipari iskolába mindent tanultak, és akkor levizsgáltak egy csebukot meg, akkor voltak katonák, akkor nősültek. Mind a három fiú, mind a három? Mind a három volt katona. Akkor mind a három nősült, templomi, a Vámosi kápolnában volt mind a háromnak az esküvője. Akkor építkeztek mind a hárman, meg én is, úgyhogy négy igen. házat kellett felépíteni. Utána már olyan Radványba töltöttem le 3 hónapot. Olyan beteg voltam, hogy a hordájból csak kiöntöttek, mint egy vagy babát. 41 fok láda volt. Hogy éli kedves, hogy telik egy napja? Mikor tetszik elni reggel? Munkával. Ez a legkevesebb. Én elfelejtek enni is. Én úgy vagyok vele, hogy 304 cigaretta a telkem. Hát még Komlóskán laktunk, 8-an voltunk, volt 8 darab marha az istálóban, volt disznó, volt liba, volt kacsa, volt tyúk, mert mikor beteg voltam, hát itt volt a húgom most, azt el akarta vinni a legkisebbik fiamat, hogy nem vagyok otthon, no, hogy azt mondja, ő nem megy, mert a kiskacsákat elviszi a róka, akkor költött egy kotrós 18 kiskacsát, hát ő nem megy a keresztanyjával, mert a kiskacsákra kell vigyázni. Úgyhogy mindegyik felépítkezett, családja van, meg én most egyedül vagyok a 27 éve, hogy egyedül vagyok. Kedves, mit szeretne még az életbe elérni? Van-e még valamilyen? Én már csak a boldog halált, hogy úgy halljak meg, hogy ne legyek terhére senkinek. Nincs jányom. És Anna néni, mit szeretne még elérni az életbe? Én mindig arra kérem a Jóistent, hogy úgy halljak meg, mint a testvéreim, mert az egyik szívinfarktusban meg agyvérzésben halt meg. A másik bátyám az is először szívinfarktust kapott, rá egy pár napra agyvérzést, és nem volt senkinek a terhére. És mindig arra kérem a Jóistent, ha meg kell halnom, születtünk, meg kell halni, hogy annyit engedjen meg nekem, hogy halálom előtt meggyónjak, megáldozzak tiszta szívvel, lépjek az Úristen elé, és úgyhogy hát meg a családba békét. Most egy szeretet van, csak most már sajnos. Egyre kevesebb. Ágnak az embereknek mit tetszenek üzenni? Mi lenne a legfontosabb? Tanuljanak meg szeretni. Isten tanulja, hinni. Isten meg hinni. Hinni és mert tanuljanak meg szeretni. És én nem tagadom, én mindig azért imádkozom a szeretetlán rózsafüzet, mindig kérem a Jóistent, hogy adjon nekünk olyan papokat, akik az emberiséget visszavezetik a Szent Oltárhoz, meg a fiatalságot, a hithez. Mert ha van hit, van szeretet. Ha van szeretet, van remény. És akkor mi kell? Ha az emberek szeretni tudják egymást, az 50-es években az emberekben százszorabb szeretet volt. Szegények voltunk, de egyik a másikon segített. Most rögtön bárkit, ezért a barkát nyújtja, hogy tényt. Hát az előtt hettik tudni, hogy miből volt a pénz. Az 50-es években olyan, hogy még a gyerekekre se kaptunk otit. Uh-huh. És csipkéből, somból, magból, aminek magja volt még a vadalma magot is, a vadkörte magot is, meg gombából, ami létel mind a hátunkon kellett cipelni, még amik jártak a hutasi erdőből, meg a horváti erdő, a szomszéd falvakból háton 15 literes fazik a hátamon tracskás ponyvával, és úgy hordószámra hordtuk meg, ahol vásárolták meg. És úgy volt, tehát csodálkoztam, hogy annyit összehordtunk, hogy elég volt ránézni, már lebegett a hordó tetején a mag, úgy megszotykosodott, hogy lévé vált. Ebből volt a pénz. Kétágozni jártam, Komlóskáról gyalog, Tócsvára,
Hát nincs olyan hegy, ahol ne dolgoztam volna a zsidóknak is, meg ennek annak, még a papoknak is, még a Verdesnek, az öregnek, aki ott lakott Ócsán. Úgyhogy két ágú a hátunkon, gyalog, oda-vissza, egész nap siskát, térdig érő siskát, nem tudom, tettik ismerni. Nem tudom, nem. Olyan, ami megvágja az ujjat, és a perjétől rosszabb, nem lehet kiirtani. Az mire jó, mire használják? A direkt ki kell ásni, jó mélyen, hogy nem pusztuljon ki. Ne legyen gyökeres. Gyomos még üres. Gyomos, pocsék fajzat, olyan, hogy nem lehet kiirtani. Na és olyan hétágoztunk egész nap, és úgy, hogy vagy etett szalonát sütöttünk már, amennyire volt ide, abban dolgoztunk meg a vizet. Így kerestük a pénzt. Hát ha ezt fény izére lehet növetni, első díjat meg lehetne vele nyerni, amit én átéltem. És mikor hát azt hittem, no, hogyha ide jövünk, hát annyiból, hogy nem voltunk annyi sokan, de itt a testvérek, hát szörnyű nem jó beszélni is arról, mert nem az én részemről, hanem a férjeméről, hogy úgy dolgoztunk ott a háznál, hogy talán ott maradjunk a férjem féle házába. Na, de hát ott volt, mondom, hogy két sógornő, akkor volt egy másik idősebb sógor, meg az após harangozók voltak, hát ott csinálgattunk, költöttük a pénzt a házra, azt bizony többet kértek volna, hogy ott maradjunk az apóssal, meg a két sógornővel, ugyanúgy, mint azelőtt, 100 000 forintot kértek, itt vámosan megvettük a 65 000 forintos egy idegentől. 300 négyszögöles, ott meg talán 50 négyszögöles se volt. Tehát ilyen testvéri, de én nem veszekedtünk sosem, nem most is. Él egy sógornőm, aki még él, de nem, még ide is, mikor ide jöttünk, aztán jött utána a sógornő, meg tudnám mutatni a falvédőt, hogy amit vett nekem ajándékba, hogy az én drága jóisten, mert könyörögve kérem, hogy az én családomat őrizze meg minden rosszul nékem. Azt vette. Nagyon szépen köszönöm. Nagyja, utoljára, mikor a tüdőmmel volt baj, elmentem Patakra, a főorvoshoz, a tüdőgondozó, Balázsi főorvoshoz. Érdeztem én télen, hogy beteg vagyok, csak nem mentem hozzá, és mondja nekem, hogy mit csinált. Mondom, már 3 óra. Jó, mondom, semmi doktor úr, mondom, de miért? Hát azt mondja, hogy azért, mert jöjjön vissza 3 hónap múlva, majd meglássuk, hogy mi lesz. Ja, lehet, hogy műteni kell lesz magát, azt mondja, de arra a száma, jaj, nagyon csúnya műtétje lesz. Azt hiszem, azután mondtam én ezt a ízét, hogyha a Jóisten megengedi, hogy az 50 évet megérjem. És mondom, mindegy, eljövök Mária Pócsa, visszamentem 3 hónap múlva. Megvizsgál, azt mondja nekem, na, maga azt mondja meg nekem, melyik orvoshoz járt, kigyógyította meg magát. Mondom, a görög katolikus. Tehát akkor kérdezte az orvos, hogy hol járt, ki gyógyította magát, és akkor... Én mondtam, hogy én nem voltam más orvoshoz. Azt mondja, hát hogy gyógyult meg? Mondom, én nem voltam sehova. És akkor nem jutott eszembe, hogy én eljöttem ide Mária Pócsa búcsúra. És ennek tetszik tulajdonítani? És én ennek tulajdonítom, hogy a szüzanya meggyógyított. Hál' Istennek! Hát azóta is volt, hogy tüdőgyulladásom volt, de olyan komoly nem. Vagyok magamnak, ahogy vagyok, van, amikor erősebb vagyok, van, amikor gyengébb vagyok. Magam körül ellátom a dolgokat. Panaszkodni nem szeretek, és úgyse segít rajta, csak a Jóisten. Tehát sok helyen tetszett már járni, én Zarándok úton. Hol akkor tessék felsorolni? Vagy hol? Már hol tetszett járni eddig? Jó, hát nem tudnám elmondani. Hát az Alacsony Tátrában én ott a szüzanyával találkoztam, Jézussal is találkoztam, a szüzanyával beszéltem vele. Mondtani, tehát a belföldi és külföldi és minden sok helyzet. 20-szor voltam az Alacsony Tátrában. Értem. 20-szor voltam. Akkor Lourdesben voltam egyszer, akkor Medjugorjében 3-szor, Mária Celben is voltam, akkor Csesztahovában, meg ide, ahol a szüzanya Ausztriában
Mária Célad. Mária Célad. Mária Célad is voltam kétszer, de itt a környéken, Kaposvártól kezdve az egész környéket, amelyre mindenfelé megyek. Összeszedem magam. Megyugoréba. Sok helyen nem jártam. Papom is mondtana, hogy... Akkor igazán van segítségbe része, akkor hogy, a kegyelembe. Én megszívleltem akkor azt, hogy senkinek ezt nekem mondta, de nem is ismert. Ezt a szomszéd asszony, az utcabeli vagy mit tudom. Az érdekes volt az a néni, mert az hozzám is a vasútnál dolgoztam, exportbarokat adtam fel, és ha ment valahova, mindig bejött hozzám. Nem szólt semmit, csak mindig mosolygott. Az egy nagyon vallásos személy volt. Nem tudom, nem ismertem annyira, hogy miért jött hozzám, mindig bejött hozzám. Úgyhogy ő a faluért tette. És mondom, hogy nekem csak ennyit, pedig nem is ismert. És nem lelkész volt, mert nem lelkész felesége volt, hanem egy hívő volt. Nem, vasutas felesége volt. És volt egy ilyen elhivatottsága. Igen, és mondom, és máskor is meggyőzött és rávett, hogy ennyi volt az ő szava hozzám, hogy te leszel az én utódom. Igen. Nagyon és szépen köszönöm. Úgy, hogy azóta is csinálom, 71-től, ahogy ő nekem meghagyta, én megszívleltem. Mert én apámmal is tetszik tudni, hogy Komlóskáról, Hután keresztül, Mezitláv, Regész, Hutában is voltam búcsón, kicsi koromban, még Mezitláv, Regészkér, Magyaróskán, akkor Boldogkőfaluba, ott hányszor egyedül nekivált Horvátin keresztül, a hegyeken, Baskónak, ott láttam azt a nagy miért asztalt. Miért te különcipőbe akartál menni, hát másik Mezitláv ment. Hát igen, azt egyedül Komlóskáról 2 órán belül megjártam. Ha elmentem oda, akkor reggel összeszedték. A Jóisten kezébe tegye le az ember a gondjait, és a Jóisten megoldja. Igen, megoldja, biztos. Én azt mondom, mindig oda teszem az Úr Jézus lábai alá, vagy a kezébe, vagy a szűzanya kezébe, és biztos. Tavasszal nem volt eső. Emberben nem lehet bízni. Tavasszal nem volt eső, felnéztem az égre, mondom, atyám. Mikor akart már megkönnyörülni rajtok? Jaj, te úgy beszélsz, mint a barátoddal beszélsz. Hát de én itt szoktam. Mondom, atyám, én mikor akarsz? Hát mondom, már olyan szomjas a föld. Minden. Mi lenne, ha egy kicsit meglocsolnád? Hát így nem szabad. De szabad. Nem szabad, mondom, ne olyan esőket adjál ilyen zivatan, hanem olyan lassú, csendes esőt, mint régen, amelyik megáztatta a földet. Na, menjünk meg. Utána jött eső, vagy 2 hét múlva, esett egy hétig. De mikor megláttam, kimentem az udvarra, mondtam neki, köszönöm, atyám. Nem, de valamit kap, a Jóistent azt meg kell köszönni. Meg kell köszönni. Bizony meg. Nem várja azt a Jóisten, hogy nem tudom miket mondom, csak annyit, hogy köszönöm, atyám.